múlt heti döntésével a kormány, hogy május 1-ig érvényesek az oltási igazolások, tulajdonképpen két dolgot ismert el. Az egyik az, hogy a Mi Hazánk mozgalom és az emberek összefogása, a tüntetések, a tüntetés sorozatok meghozták az eredményt, és a kormány meghátrált. Másrészt pedig azt gondolom, hogy az is látszik, hogy ebben a kérdésben nincsenek következetes, koherens szakmai döntések, hanem sokkal inkább adhok jellegű politikai döntésekre kerül sor. Hiszen csak az elmúlt hónapokban egymásnak teljesen ellentmondó intézkedésekről hallhattunk ebben a témában. Ugye először azt mondták, hogy szükséges a harmadik oltás, ez kell a védettséghez, majd ennek megfelelően elmondták, hogy február 15-től megszűnik a védettségigazolás, helyette oltási igazolás lesz, és ezek az oltási igazolások csak 3 oltással lesznek érvényesek. Aztán most újabb kis idő eltelt, és kiderült, hogy május 1-ig mégiscsak 2 oltással ezek a oltási igazolások érvényesek lesznek. Tehát pontosan jól látszik, hogy ez a kérdés már nem az emberek védettségéről szól, hanem sokkal inkább a Klaus Schwab által meghirdetett új gazdasági világrendnek a kiépítéséről. A Mi Hazánk mozgalom éppen ezért felszólítja a kormányt, hogy tulajdonképpen szüntesse meg az oltási kártyáknak a rendszerét, mindenki saját maga szabadon dönthesse el, hogy felveszi az oltást, vagy pedig nem, pontosan ugyanúgy, ahogy egy influenza oltás esetében ez jelenleg is van. A kormány pedig, ahelyett, hogy tologatja az oltási kártyáknak a időpontját, hogy meddig érvényesek, ahelyett pedig kezdje el annak a gazdasági válságnak a felszámolását, amelyet a koronavírus okozott, és ennek megfelelően inkább járványszolidaritási adót vessen ki a koronavírus haszonélvezőire, mint a vakcinagyártókra, a bankokra, a tech cégekre vagy a kaszinó tulajdonosokra.